Élő, a 71-es, számunk beteget, fáradtok, a 1-es rendelőre. Mostantól ez a hangbehívó rendszer segíti a betegek tájékozódását és a szakszemélyzet munkáját a Szent János Kórház szemészeti osztályán. Egy összefogásból valósult meg, az osztály, a kórház, az önkormányzat támogatásával tudják gyorsítani és kényelmesebbé tenni egy olyan osztálynak a szakrendelését, amely nagyon dinamikusan fejlődik. A hangbehívó berendezéshez szükséges 250 ezer forintos anyagi támogatást a hegyvidéki önkormányzat biztosította a szemészeti osztály működéséhez kapcsolódó alapítványon keresztül. Számos közös programunk van, számíthatunk a Szent János Kórház dolgozóira a különböző prevenciós akcióink során. Ez egy évben több tucat alkalmat jelent, amikor ők szakemberekkel segítenek bennünket, szaktanácsadással. Mi ezt azzal tudjuk honorálni, hogy különböző eszközvásárlásoknál, épületfelújításoknál, kisebb beavatkozásoknál ott vagyunk a Szent János Kórház mögött, és igyekszünk őket szintúgy támogatni. A behívó rendszer kialakítását komoly szakmai munka előzte meg. Igyekeztek minél inkább igazodni a betegek és a kórház dolgozóinak igényeihez. A Szent János Kórház szemészeti osztályán átlagosan 120-140 beteget látnak el naponta. A Magyarság háza előtt a Szent Háromság téren rendezték meg a 25. nagy közös versmondást. Jordán Tamás Kossuth Díjas színművész vezényletével több száz fiatal mondta el együtt József Attila Születésnapomra című versét. Nek van egy ilyen erős közösségi élménye, és én azt hiszem, hogy amikor ezek felnőnek, vagy még nem tanulták a verset, amit éppen mondunk, vagy találkoznak vele, kitörölhetetlenül ez benne lesz valahol a szívükben, az agyukban, a lelkükben. A nagy versmondást ezúttal a költészet napjához kapcsolódva rendezték meg. 1964 óta ugyanis április 11-én József Attila születésnapján ünneplik a Magyar Költészet napját. A nagy versmondás 2008-ban indult útjára Fűzfa Balázs irodalomtörténész kezdeményezésére. Az akcióval a magyar líra gyöngy szemeire szeretnék felhívni a figyelmet. A kezdeményezésnek köszönhetően egyre több fiatal ismeri meg a magyar költők műveit, és külföldön is egyre többen találkozhatnak a magyar líra remekeivel. A kinőtt babaruháktól, babakocsitól, megunt használati tárgyaktól sokan szabadulnak meg az interneten. A vevő így a bolti árnál jóval olcsóbban juthat hozzá szükséges holmikhoz, az eladó pedig némi plusz pénzre tesz szert. Aki magánszemélyként adja el használaton kívüli tárgyait, annak csak akkor kell adót fizetnie, ha az éves bevétele meghaladja a 600 ezer forintot. Nem azokat kívánjuk ellenőrizni, akik az ilyen megunt és feleslegessé vált ingóságaikat értékesítik, hanem azokra fókuszálunk, akik gazdasági tevékenységet végeznek, és így módon például az online kereskedéssel próbálják kihúzni, kivonni magukat az adófizetési kötelezettségek. A NAV interneten is végezhet próbavásárlást, ahol például ellenőrzik, hogy a kereskedő ad-e nyugtát, illetve számlát. Nagyon fontos, hogy mivel ilyenkor gazdasági tevékenységről beszélünk, mindenképpen adószámot kell kérnie, tehát adószámbirtokába végezheti ezt a tevékenységet, és áfa alanyjá is válik, tehát be kell jelentkeznie az áfa törvény hatája alá. Amennyiben azonban az évi 6 millió forintos jövedelmet nem éri el a bevétele, akkor kérheti az alanyadómentességet. Németh Gabriella hangsúlyozta, nem a rendszeresség mérvadó az adófizetési kötelezettség megállapításánál, hanem az internetes kereskedelemből származó éves jövedelem mértéke. A NAV ellenőrei egyébként az elmúlt években Budapesten és Pest megyében az online kereskedelem kapcsán kétszer annyi visszaélést tapasztaltak a többi értékesítési formához képest.